Üdvözlet! Január 6 kedd, gyönyörű nap, és közeledik az ebédidő, meg kell állnom egy helyen megnézni valamit, szóval gondoltam, hogy elviszem a kamerát is. Itt vagyunk közel Richmondhoz, erre még nem voltunk, és meg kell állnom van itt egy ilyen automall. Szóval itt van, nem tudom pontosan mennyi, de körülbelül 10 különböző dealer, akik autókereskedés egy helyen, szóval egy ilyen nagy malnak mondják, automalnak. Úgyhogy megnézzük, mert meg kell néznem egy kocsit. Úgy néz ki, hogy megveszünk egy Infinity-t, de itt is van egy ahhoz hasonló, csak akarom tudni, hogy mennyire közel vannak az árak, meg a kilométer, meg egy-két dolgok. Úgyhogy majd azt csinálom, azt mondom, hogy körbe megyünk itt, megnézzük, hogy milyen dealerok vannak itten, és akkor utána megállunk a Infinity dealernél. Régen voltam már itt, de azt hiszem, hogy itt kell bemenni. Ja, Richmond Automall, itt vagyunk. Na mennyi, hogy még mink is beférjünk. Oh, come on! Húzzuk a csíkot. Oké, szóval mik vannak itt? Itt van a legelől egy Hyundai dealer. Ide nem megyünk. Azt mondja, hogy megpróbálok lassan menni. Itt jobbra van egy Nissan dealer. Balra van egy Toyota dealer. Terem. Itt van egy, ahol lehet insurance biztosítást venni, meg rentelni. Itt van egy Ford dealer. Aztán mi van itt? Honda dealer. Balra van egy Volkswagen dealer. Szemben van egy Mazda dealer, elmegyünk itt jobbra. Infinity meg itt van pont a sarkon, jó van. Szóval elmegyünk el és akkor ide behúzzuk a csíkot. Szóval jobbra a Honda, balra a Mercedes. És itt van a, vagy Mercedes. A Lexus dealer, itt van, ezt sem osszok a Lexus. Land Rover, Jaguar dealer itt van jobbra. Na, csináltak ide egy körforgalmat. Úgy néz ki. Itt van szemben Richmond Acura, az se rossz. Ott jobbra van egy Audi dealer. De menjünk vissza. Itt a sarkon meg van, itt szemben Chrysler, Dodge, Jeep. Ja, itt vannak a pickup truckok. A Lexus, ugye az se rossz, luxury kocsi. Na, beugrunk a Infinity dealerhez. Kamerát ide nem viszem be, csak mondom, megmutatom, hogy hogy néz ki ez a nagy autó. Majd ha meg lesz a új, nem is megyek be, itt leparkolok. Ha meg lesz az Infinity, kicsit rosszul jöttem, közelebb a patkához. Ami nem tiszta, újat akarok venni, ugye nincsen 60.000 dollár a zsebbe, de egy jó használtat, szóval. Ha meg lesz, azt mondom, hogy ha itt ugye nem lesz, akkor holnap megveszem a másikén, akkor majd azt is bemutatom. Majd jelentkezem. Üdvözlet, gyönyörű napos, mi van ma? Szerda. Napot nem is mondom meg a dátumot, mert azt hiszem, hogy mindig rajta is van a videón ott jobbra. Ó, itt valami történt, le kell lassulni. Valamit elvesztettek. Na mindegy, az a lényeg, hogy gyönyörű nap van, és csak gondoltam, hogy fölteszem, semmi különleges nincs, csak holnaptól megint eső lesz, és meglátjuk, hogy mik vannak az utakon, mik történnek.
hát ha valami érdekes lesz. Ez most nem nagyon érdekes, ugye, mert csak megyünk egy nagy kamion után, de azt hiszem, hogy hamarosan itt lehúzzuk ezt az ürgét. Gyorsan megyünk. Azt hiszem, már láttam, három helyen is voltak kint rendőrök, szóval azt hiszem, hogy le kell itt kicsit lassulnom, mert 80-as a sebesség. Lekopogjam, legutoljára kaptam ilyen speeding, szóval ilyen gyorshajtás jegyet, vagy mi a túrót. Körülbelül lehet egy olyan, nem is tudom, legalább 10 éve. Úgyhogy azóta nem nagyon volt dolgom rendőrökkel. Egyszer azóta talán, ha megállítottak, de nem volt semmi komoly dolog. Hétvégén lesz egy érdekes hely, ahova megyek, és aztán megint csak az idő miatt, hogy, mikor lesz fölvéve. Lehet, hogy ez a videó föl lesz téve most hétvégén, és ahova megyek, azt meg fölteszem jövő hétvégén, vagy fordítva. Szóval megint nem biztos, hogy időben egymás után lesznek a dolgok. Ablak lehet egy kicsit koszos, szóval megpróbálom lemosni, hát ha segít, elnézést. Oké, na itt talán jobb lesz, tisztább. Amit előttünk is van, ez a kocsi, ugye nincs rendes license, nincs rendes rendszámtábla rajta, hanem csak ilyen bele van téve ilyen plastic coverbe. Ez a dealeröknek, mikor elviszed például, hogy test drive, hogy megpróbál, kipróbál a kocsit, vagy ilyesmi, akkor ezt rádobják, őnek itt van ilyen biztosítás, hogy bármelyik kocsira jó egy ilyen test drive-ra. Meg van olyan, egy másik fajta, az, nem tudom, hogy veszem, az van rá, vagy repairman, szóval az azt jelenti, hogy akiknek van ilyen szerelő műhely, azoknak megint csak van ilyen license plate, hogyha például valamint dolgoznak sokáig, nincs rajta a biztosítás, és kipróbálják az úton, vagy viszik a kuncsafthoz, vagy ilyesmit, akkor ők is azt használhatják különböző kocsikon. Nem tudom, említettem előtte vagy nem, de biztosítás itt nagyon drága, mintha talán egyszer említettem volna, de itt is ugye attól függ, hogy hány pontod van, mióta vezetsz, vannak ilyen különböző diszkant kedvezmények, szóval nincs biztosításon semmiféle pontod, nem állítottak meg semmi miatt elmúlt pár évben, és jó a vezetői gyakorlatod is, tehát nem kezdő vagy, akkor a maximum az 40% a kedvezmény. Nekem most az van, de még így is egy kocsira egy éves, attól függ a kocsi fajtájától is természetesen, ugye, hogy újabb, öregebb, mennyit ér, de olyan 1500-1800 körül van egy évben. De azt hiszem, hogy ez úgy van, hogy otthon ugye van két fajta, és úgy volt, hogy a kaszkó, ami van kötelező, meg kaszkó, vagy fordítva, nem vagyok már ugye biztos benne, régen volt, de itt nekem ez benne van minden. Szóval mindegy, én bajom, én csináltam a balesetet, vagy más hibája, vagy ki mennyire sérült meg, de általában 5 millióig szoktam megvenni, szóval 5 millió dollárig. Ha bárki téged beperel, addig a biztosító fizet a személyisérülésre. Jó, lehúzunk itt erre. Kell menni egy-két dolgot.
és majd jelentkezem. Visszajöttem, felveszünk megint egy kicsit. Egy Mercedes itt mögöttem már erőködik, nagyon, nagyon szeretne menni. Majd a lámpa után meglátom, hogy elengedjem-e vagy ne, de nagyon, nagyon rám van tapadva. Kijöttek a motorosok is, most már egyre többet lehet látni, ugye jó idő van. Én is gondolkodtam, hogy veszek egyet, de nem tudom, majd kialakul. És már elmegyünk, megnézzük a kocsit is délután. Azt hiszem, hogy meg is veszem, amiről beszéltünk, ezt a Infinity-t. Nem viszem oda, vagy lehet, hogy beviszem. Lehet, hogy megmutatom, amit lehet. Nem a hőzénél van a Infinity dealernél, hanem egy BMW dealernél van. Szóval valaki vett egy új BMW-t. Elengedjük a Mercedes, mert már nagyon, nagyon ideges. És majd természetesen megmutatom azt a kocsit is, hogy néz ki kívülről, belülről. Általában van benne valamilyen 300 dolláros motor, szóval még én nem vezettem, csak a feleségem, de úgy látom, hogy jó cucc lesz. Egy kicsit rajta hagyom errefelé. Szépen kizöldült minden, gyönyörű idő. Egy páran javasolták, hogy elfelejtettem a nevét, de szerintem nagyon jó javaslat. Én is gondoltam erre, hogy a kanadai valóság, mindig csak előírom a számot, és akkor a kanadai valóság, és akkor a tartalomba írom csak azt, hogy miről szól a videó. Szóval amikor gondolom, akik subscribe, azok mindig csak ezt látják. Úgyhogy az volt az ötlet, hogy írjam bele oda a kanadai valóság helyére, hogy miről szól. Szóval most megpróbálom egy-két elkövetkezőt, szóval csak annyit teszek ki a következő, hogy a számot, és akkor kírom, hogy a két betűt kírom, hogy a KV, szóval a kanadai valóság a KV, nem KV, hanem a két betűt, elnézésnél összekevek dolgokat, és utána nagyjából, hogy miről szól a videó. És eddig a legtöbb, úgy nézegettem, 25-30 perc az az átlag. Úgyhogy most megpróbálok föltenni rövidebbeket, meglátom, hogy ez talán segít. És akkor nem kell sok mindent összetenni, hanem csak egy dologról például fog szólni. Majd megpróbálkozom, hogy ezzel is. Ilyenkor, amikor veszek föl nyáron, felhúzom az ablakot, de amúgy én úgy szoktam legtöbbször szeretek, pláne a városban, hogy nem mi az ember gyorsan, hogy ablakot lehúzva, még ha melegebb van, és valahogy a légkondíciál, de AC-nek nem vagyok nagy híve. Most rajta van az, de szeretek inkább úgy menni, hogy lehúzni az ablakot. Csak akkor ugye nagy a noise, nagy a háttér. Zaj. Noise. Zaj. Ja. Itt van szemben egy öregebb Freightliner, azokból már nem sok van az utakon. Ott egy ilyen kisebb iskolabusz. Érdekes, mikor utoljára voltunk Las Vegasban, pont nem volt nálam a kamera, de az első hotelban, ahol voltunk, és amikor elmentem sétálni, amikor jöttem visszafelé, és felvettem egy-két dolgot, és utána bementem, utána újra kimentem az utcára, nem volt nálam a kamera, és akkor jöttek az összes ilyen iskola buszok. És valahol ott lehet közel a parkoló, mert nem akarok nagy számot mondani, de biztos, hogy legalább látom a lámpánál mind kanyarodott 20-at egyszerre, és akkor megint a következő 10-20. Szóval egy
10 percen belül szerintem láttam egy olyan 100 körül, mind iskolabuszok jöttek visszafelé. És mi mondtam, most lehet látni, itt is mindenhol dolgoznak az utakon, kijött a nyár, és mindenhol túrják az aszfaltot. Itt is ezt a felüljárót csinálják a másik oldalon, szóval most itt egy oldalt megy mind a két irányba. Oda mész. Jó, megyünk fel a hídra megint, erre már jártunk. Jó reggelt mindenkinek! Megjött az elsős idő, megint vége van a napsütéses napoknak. Június 8 csütörtök, és már így megyünk, vagy 10-15 perce. Nem tudom, hogy csak tömegnyomor van, vagy van baleset. De általában itt, mikor jó idő van egy hétig, vagy egy pár napig, és utána esik az eső, mindig valami probléma van, tumultus lesz. Egy-két dolog, most ráérünk, eszembe jutott. Báron küldenek üzeneteket, meg kommenteket a videóhoz, de már mondtam előtte is, hogy sokan szeretnének privátba üzenni, vagy valamit kérdezni. És azt hiszem, hogy utoljára kitettem, mikor volt ez a sorsolás. A kanadai valóság kukac@gmail.com, azon lehet privátba üzenni, bármit kérdezni. Szóval egyben van írva a kanadai valóság kukac@gmail.com, ott lehet üzenni. Mint mondtam, mikor voltunk nézni a használt kocsikat, meg megálltunk annál a Hyundai dealernél, ott kint volt egy ilyen fekete Infiniti, ami érdekel. Szóval addig-addig ment a dolog, hogy feleségemnek nagyon tetszenek ezek a kocsik, úgy néz ki, és nézegettük, szóval sikerült venni egy használtad, de annál jobb állapotban lévőt, mint ami ott volt. Annak sem volt semmi baj, de ez újabb, és nincs rajta csak 30.000 kilométer. Úgyhogy tegnap megtörtént a vétel. Majd mikor veszem föl, azt hiszem holnap megyünk érte, akkor megpróbálok ott videót csinálni, meg hát mikor hazahozom majd, akkor azért belülről megnézzük, meg felnyitom a motorháztetőt is, megnézzük, hogy hány lóerő, hány horsepower, lóerő van a motorban, meg hogy néz ki. Nem is tudom, megmondom őszintén, hogy V6-os vagy V8-as, nem is tudom, megmondom őszintén. És szóval arról csinálok egy felvételt. Hétvégén megint csak lesz valami, abban megyek szombaton, és egy nagyon kicsit újdonság lesz, és ez egy ilyen kiállítás-szerűség lent. Lesz olyan benne, ami bent lesz, mindegy, hogy esik vagy nem esik, de lesz olyan is, ami kinti
mellette levő parkolóban van, szóval szeretném, ha addigra kitisztulna, és állítólag szombaton talán felhős lesz, nem esik az eső, úgyhogy remélem ott lesz, az megint csak fölteszem egy külön részbe, és most hétvégén fölteszem ezt, amik eddig vannak, lesz benne egy üzlet is ebbe, úgyhogy remélem azon is azért sikerült pár felvételt csinálni, és még egyszer nagyon-nagyon próbálok lelassulni, meg próbálok koncentrálni a dolgokra, hogy jobban lehessen látni, de nagyon sok helyen, pláne üzletekben ugye vannak a videokamerák, meg mászkál a személyzet, és nem, ki is van írva sokra, hogy nem szabadna videót csinálni, szóval nem nagyon szeretik. Úgyhogy próbálom, amit tudok. Itt még remélem, hogy azért előbb-utóbb vége lesz, mert van türelem, de azért végsőkig nekem sincs. Már sok munka lenne. Azért meg is indultam korábban, ma egy-két dolgot már intéztem, de kéne menni, úgyhogy remélem, hogy azért eldöcögünk. Itt van egy lámpa, egy innen nem messze, egy kilométerre. Onnan már remélem jó lesz. Egy kicsit még rajta hagyom. Előttünk lévő, ami van ez a kamion, ilyen különös trailer van utána kötve. Ez ilyen munkagépeket hordoz, ilyen markolókat, meg ilyen árokásról, meg mit tudom, ilyen gépeket. Ma jelentkezem, ez így unalmas. Na, visszajöttem. Úgy látom, hogy valami történt itt, nem csak az eső, mert látom már itt jobbra van mindenféle villogó, rendőrség, tűzoltóság, mindenféle lámpák, meg itt mindenki megy össze egy sávba, úgy látom. Valami történt. És még be is engedtek. Delta Police. Wow, még ilyet nem is láttam. Összeszakadt a kamion, vagyis a trailer. Azt a mindenit, még ilyet nem láttam. Gyerekekhez hogy történhetett? Vagyis nem is látok benne. Vagy lehet, hogy ott van a súly középen, becsúszott minden oda? Ez igen. Remélem lehet látni a videón. Ez igen. Azt a mindenet. Lehet, hogy el voltak rohadva a keresztbe azok a tartók, vagy valami. Ez érdekes. Na, még ilyet én sem láttam. Láttam már, hogy elhagyták a kamion, mert nem volt hátra jó bekapcsolva, meg ilyesmik, de... érdekes. Összeszakadt a trailer. Na, legalább lehet menni.